A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Önök a Palettát, a Fehérvár Televízió kulturális műsorát látják. Március 19-én, 17 óra 20 perckor. A mai műsorban a zene, az irodalom és a versek állnak majd a középpontban, és rögtön bele is csapunk a közepébe, hiszen rendhagyó énekórát tartott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Partitúra koncertsorozat záró estjén Prokofjev elsősorban gyermekeknek szóló meséje, a Péter és a Farkas szólalt meg az Alzószékházban. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában az orosz zeneszerző remek művén keresztül a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a hangszerek jellemzőit, valamint a klasszikus zene hangszerelési és dramaturgiai sajátosságait. Városunk diákjai felkészülten érkeztek a hétfői előadásra. Arról tanultunk leginkább, hogy milyen hangszerek fognak ebben a műsorban szerepelni, meg hogy milyen hangszerek fogják játszani a szereplőknek a hangját. Emlékszem, hogy a Péterét hegedű fogja, a kismadárét fuvola, a farkas és a vadászok lövéseit ilyen dobfajta, leginkább hasonlít ez a üstdobra, meg fog benne játszani fagott, cselló, meg nagybőgő, hogyha jól emlékszem. A tematikus koncert rendhagyó énekóraként is funkcionál. Péter és barátai a kacsa, a kismadár és a macska történetét a szimfonikus zenekar fúvós, vonós és ütő hangszereinek segítségével meséli el nekünk Prokofjev. Prokofjev ezt a darabot egészen konkrétan gyerekeknek írta a pedagógiai célzattal, és az első és legfontosabb ilyen zenei, pedagógiai célja szerintem az, hogy megtanítsa a gyerekeket, karaktereket, színeket és fantáziát hallani a zenében. Itt vannak nekünk különböző karakterek a mesében, ezeknek mind-mind van egy karakterisztikája, van egy színe, egy habitusa, egy lendülete, és ezeket mind-mind lefordította Prokofjev a zene nyelvére. Ez az, amit mi szeretnénk, hogyha a gyerekek meghallanának. Úgyhogy van is az egész koncert elején egy ilyen játék, ahol megpróbálunk a zeneszerzőnek a fejével gondolkodni, megpróbáljuk valahogy összerakni a képet, hogy mi lehetett a zeneszerzőnek a fejében. Szeretnék egy madarat ábrázolni. Milyen karakterisztikája van a madárnak? Milyen mozgása van? Milyen régióban mozog egy madár? Milyen hangszíne van egy madárnak? Ezek mind nagyon-nagyon kreatív kérdések, amikre tudnunk kell közösen választ adni. És az elképesztő, hogy gyerekeknek óriási rutinjuk van tulajdonképpen ebben, mert fantáziájuk csak úgy pörög, és közösen általában összerakjuk, hogy kik a szereplők, és miért ők azok a szereplők, miért azok a hangszerek kapták azokat a szerepeket, és utána pedig elindul a mese. Ilyen például a macska karaktere. Ez a macska karakter, ez egy nagyon kis osonó, lopakodó karakter, meg akarja fogni a madarat, de közben jön a farkas, és fölmenekül a fára. Nagy Péter színművész szerint a műfaj hiánypótló, főként a fiatal generáció számára. Abban a digitális, meg digitális tartalmakkal teli, meg ilyen vizuális szokásoknak megfelelően, amik most így elárasztják a világot, abban ez egy mindenképpen egy különleges esemény, tehát hogy erre a belső képre épülve, tehát a belső képzeletre épít, és ez ráadásul ugye ezeknek célzottan egy fiatalabb közönségnek szól, akik hát ugye, ahogy mondtam, tehát hogy állandóan ezzel a készre gyártott tartalmakkal találkoznak, és nagyon kevés lehetőségük van arra, hogy a saját képzeletüket ilyen módon kibontsák. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Partitúra elnevezésű ismeretterjesztő koncertsorozata az általános iskolásoktól a középiskolásokig minden korosztálynak kínál olyan programot, amelyen keresztül a fiatalok közelebbről is megismerkedhetnek a klasszikus zenével. A
A Magyar Szépróza napjának tiszteletére a Magyar Írószövetség támogatásával Elmer Istvánt látta vendégül a Vörös Marti Társaság. Az íróval, publicistával Bobori Zoltán beszélgetett. A Magyar Írók Választmánya 2017-ben kezdeményezte a Magyar Szépróza napját, amit 2018-tól Jókai Mór születésnapján, február 18-án minden évben megtartanak. Az országos rendezvénysorozathoz természetesen a Vörös Marti Társaság is csatlakozott, és 4 nappal a hivatalos dátum után, csütörtök délután egy zenés irodalmi estet tartottak a Városháza dísztermében. Ez a Magyar Írószövetség által évekkel ezelőtt kezdeményezett Magyar Szépróza napja tiszteletére, mert hát az nem ma van. Természetesen a Vörös Marti Társaság az első pillanattól kezdve részese ennek a rendezvénysorozatnak, sőt, hát azt mondhatom nagy büszkeséggel, hogy az egyik legelismertebb rendezvénysorozat, amilyenk az országban. Úgyhogy hát nagy lelkesedéssel is izgatottan készültünk. A társaság prózaíró tagjai fognak itt felolvasni, úgyhogy hát remélem, hogy méltó megünneplése lesz ez a Magyar Szépprózának. Az este, ahogy azt már a Vörös Marti Társaságtól megszokhattuk, nem maradhatott zenés előadás nélkül. A mostani alkalommal erről a pákozdi Hangelika kamarakórus gondoskodott. Az eseményen a város képviseletében Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere is tiszteletét tette, akiről, mint tudhatjuk, igen közel áll a kultúra ápolása. Hangsúlyozta, az ilyen és ehhez hasonló kulturális rendezvényekhez mindig örömmel biztosít helyszínt a város, kiváltképp akkor, ha Székesfehérvár egyik legjelentősebb irodalmi társaságáról van szó. Ünnepelni jöttünk össze a Magyar Szépróza napját, ugye művészetet, szép irodalmat, ezen belül a Magyar Szépróza napját, és a másik pedig, hogy Jókai Mór születésnapjához kapcsolhatjuk. 1825. február 18-án született Jókai Mór 199 évvel ezelőtt. Szerintem ez lehet, hogy majd a Jókai 200-nak is lehet majd egy jó felvezetője. Többek között, hogyha így a város jelenlegi kulturális életére gondolok, akkor azért ismert jelenleg egy rókai regény, a Kőszívember fiai próbái zajlanak a Vörös Marti Színházban, ez is Jókaihoz kapcsolható. Valamint Jókai és Székesfehérvár viszonya, illetve a Jókai család és Székesfehérvár viszonya pedig hát a színház kapcsán elválaszthatatlanok. 1860-ban ugye megalakul a Színházpártoló Egylet, 1772. augusztus 20-án leteszik a színház alapkövét, és rá 2 évre, 74. augusztus 22-én átadják a Székesfehérvári Nemzeti Színházat, most ugye Vörös Marti Színház, és itt a Kisfaludi Társaságot Jókai Mór képviselő, és az ünnepi beszédét pedig felesége Jókainé Laborfalvi Róza olvassa fel. Tehát egyrészt ezért, és a másrészt pedig, hogy a Vörös Marti Társaság már generációkon átívelő irodalmi társasága a városnak. Nagyon jó dolog az is, hogy a Vörös Marti Kuckóval a jövő szép próza mivelőit nevelik ki, és adnak a város lakosságának, a város közösségének irodalom szerető és pártoló polgárokat. Lőrinc Gabriella, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja ünnepi beszédében többször is kiemelte, azt a munkát, amit a Vörös Marti Társaság tesz, meg kell becsülni, és évtizedeken át még művelni kell. Majd hozzátette, amíg együtt ünnepelhetnek a pályatársak a Kárpát-medencében, addig van magyar irodalom. Nekünk magyaroknak az ünnepek talán kicsit többet jelentenek, mint a többi nemzetnek, más népeknek. Vannak nemzeti, egyházi és kulturális ünnepeink. Ma a legfiatalabb kulturális ünnepet ünnepeljük. 2017-ben
került egy beszélgetésre sor az Írószövetségben, hogy a magyar dráma és a magyar költészet napja mellett bizony azért a próza is megérdemelne egy külön ünnepet, és akkor döntött úgy az Írószövetség, hogy 2018-tól Jókai születésnapjához kötjük ezt az óriási rendezvénysorozatot a Kárpát-medence szerte. Voltak, akik nem értettek ezzel a döntéssel egyet, de én azt gondolom, hogy jó döntést hozott az Írószövetség, mert Jókai volt valóban az első olyan írónk, aki hivatásos író volt, mert az életében sztár volt, és ezt abban a fényében lehet elképzelni, hogy ő egy celebíró volt, ő amerre járt, ott rajogtak érte, megismerték az utcán, újonva fogadták külföldön, iszonyat sok fordítás készült már életében a műveiből, és azt hiszem, hogy olyan divatos szóval élve volumenű szerzőnk azóta sincs, amilyen Jókai, és én örülök neki, hogy végül az ő születésnapjára emlékezve ünnepeljük a prózát. Az este folyamán a társaság több tagjának művével is megismerkedhetett a publikum, egészen pontosan Váci Márk, P. Maklári Éva, Pálfalvi András, Bartal Klári, László István, László Zsolt, Csekelyé Szabolcs és az elnök Bobori Zoltánnéval. Egy képzőművész és egy grafikus festő közös kiállításának ad otthont a székesfehérvári Pelikán Galéria. Bárány Terézia és Vári Kovács Ágnes közös kiállítása március 28-áig várja a látogatókat. Két alkotó közös kiállítása nyílt meg március 1-én pénteken a székesfehérvári Pelikán Galériában. Bárány Terézia képzőművész és Vári Kovács Ágnes festő-grafikus korképek című tárlatát Csétót János művészeti író nyitotta meg. Mindkét képzőművész a szépség és a szeretet útján jár, munkáikat ez inspirálja. Bárány Terézia vallja, hogy az alkotási már az élete részévé vált, véleménye szerint a művészet azzal a művésszel kezdődik, aki képes jelentős hatóerejű alkotásokat létrehozni, valamint képes a korára jellemző életérzéseket megfogalmazni. A paleolitikumbeli szobrok voltak az inspirációja ezeknek a munkáknak, tehát azok a nagyon kicsi szobrok, amik az időszámítás előtt 20 ezer évvel vagy 38 ezer évvel készültek, és ugye szoborként ismertük meg őket. A paleolitikumbeli nőalakok jelennek meg itt a képeken, illetve a különböző táblákon, és ezek mind idolok voltak ugye abban az időben, tehát fétisként jelentek meg, és ennek a mai vonzataként tulajdonképpen itt a két megvilágított képen, ahol az egyiken a CD-ket, a másikon pedig a pénzt jelenítettem meg, ez az, ami tulajdonképpen ugye napjainkba áthozza valamilyen szinten ezeket a nőalakokat, hiszen most nagyon sokszor már nem az ember, hanem a pénz, vagy éppen a különböző médiumok által magasra emelt személyeknek az imádása került előtérben. Vári Kovács Ágnes festő-grafikus szenvedélye a minta és grafikai tervezés, az illusztrációk és festmények tervezése. Szívesen használ merész színösszeállításokat és kísérletezik vegyes technikákkal. Munkái elsősorban akvarellel, akrillal, pasztellel, tussal és tűfilccel készülnek. Itt én textil mintatervekkel és festményekkel készültem. Nekem mindkét irány nagyon szeretett dolog számomra, és ebből egy izgalmas válogatás jött létre. Miért pont ezeket a műveket hozta most el ide? Hát nagyon sok munkám van szerintem, és Szűcs Erzsébet művészettörténésszel válogatunk ebből, hogy egy harmónia legyen a munkák között. Én örülök, hogy itt megmutathatom, hogy sokoldalúak a munkáim, és hogy színesek. Nekem ez fontos. Mi a munkájának a témája, ha lehet ilyet mondani, lehet erről beszélni? Változó a témájuk,
Általában az ember és a természet kapcsolatát dolgozom fel, vagy egy utazás élménye, ami kijön a munkámban. Néha egy szín érint meg, és akkor azt a szín dolgozom fel a munkáimban. Úgyhogy szerintem csak körül kell nézni, és nagyon sok szépség van körülöttünk. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága szervezésében megvalósuló kiállítás minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható 2-től péntekig 10 és 18 óra között egészen március 28-áig. A 77. születésnapja alkalmából szervezett beszélgetést a Csóri Sándor Társaság Sebő Ferenccel. Az eseményen a Kossuth-díjas énekes életéről és a táncház mozgalmak alakulásáról is hallhattak az érdeklődők a Szent István Művelődési Házban. 77 éves lett a magyar táncmozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc. Ennek kapcsán hívták meg beszélgetésre, ami nem is indulhatott mással, mint a művész megköszöntésével, majd Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésszel hallhattak beszélgetést az érdeklődők a Szent Imre teremben. Olyan zenész a mai vendég, aki tényleg a magyar kulturális életben nagyon kivételes szerepet játszik a táncház mozgalomban, a vers megzenésítésben, és maga is tudományos kutatással is foglalkozik, már ami a népzenét és a népvezetet illeti. Hát arról nem is beszélve, hogy Székesfehérvárhoz is sok szál fűzi. Ahogy azt az este folyamán megtudhatta a közönség, a Kossuth-díjas énekes, zenész és népzenekutatónak a Szent István Művelődési Házban volt az első fellépése. De nem csak ez az egyszálköti városunkhoz, mivel gyerekkorát is itt töltötte, valamint klasszikus zenei tanulmányait is Székesfehérváron kezdte meg. Itt nőttem fel, gyakorlatilag kamaszkorom, itt a gimnáziumnak a harmadik osztályában költöztünk fel Budapestre, és különösen ez az épület, ahol az első színházi fellépésem volt, mert 6-8 éves koromban itt játszottuk egyszer egy királyfit a nagy teremnek a színpadán, a Turzó Sári néni tánciskolájának a növendékével. Úgyhogy meg aztán itt tartottunk táncházi tanfolyamot is ebben a nagy teremben. Úgyhogy sok minden történt, ami engem ide köt. Mi annak a titka egyrészt, hogy ilyen fiatalos tudott maradni, és hogyan tekint vissza ezekre a sikeres évekre? Napról napra előre tekintek. És azt jobb lenne nem tudni, hogy hány éves vagyok, de hát muszáj mégiscsak tovább csinálni, amit lehet, és ameddig lehet. És hogyan tekint vissza ezekre a sikeres évekre? Az ember csinálja még ugyanazt, de már sokkal lassabban, meg sokkal nehezebben, meg már a járás is nehéz lesz majd. Múltkor a húgom leteremtett minket, amikor a Covid után az első koncertet megcsináltunk, és eléggé nem voltunk jól összegyakorolva, és de hát össze-vissza játszottatok, hamisan játszottatok. Hát húgoskám, hát örüljönnek, hogy fel tudtam menni a színpadra. A beszélgetés a Csóri Sándor Társaság szervezésében jöhetett létre. Az esemény sikerességét és a művész népszerűségét az is bizonyította, hogy a Szent Imre terem zsúfoltságig megtelt. Tizennégy évvel ezelőtt indult útjára egy mozgalom, mely évről évre megmozgatja a fehérvári ifjúságot. Idén 40 diák lépett színpadra a fehérvári versünnep elődöntőjében. A program végére pedig kialakult a döntő 12 fős mezőnye. Mi most egy sorozatot indítunk itt a palettában, és hétről hétre bemutatjuk önöknek a legszínvonalasabbnak ítélt produkciókat. Ezen a héten Borbély Bálint István, Tóth Marietta Júlia, Szabó Ábel és Magony Péter versét láthatják. Pilinszky János, ne félj! Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp hogy fölvetem, játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torkomig felömlő élvezet, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán. Mi lenne, hogyha rátok gyújtanám?
hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb megnézném szobád. Elüldögélnék benne egy délutánt, agyamba venném ágyad merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled, s ellened, a tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba, mert égni fogsz. Alant az udvaron, a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik, érted? Nyeldeklő torok, hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok és falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyulladt csomóba gyűl és fölfakad, vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt a forró gyötrelem, most végig ömlik rajtad, mint a genny. Sötét leszel, behorpadt néma seb, akár az éj. S az arcom odalent. Így kellene. De nem lesz semmi sem. A pokolban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez. Az éjszakának legmélyebbje ez. Hogy átkozódtam? Vedd, minek veszed. Nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan. Igyál és egyél. S ha értenéd is átkaim, ne félj. Reményik Sándor. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed. A hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelke csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták itthoni árnyak, szelíd emlékek. Eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szord a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú a száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nékem egy nyugalmas sarok,
de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában. Leszek az alja felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok. Akarok lenni halálharang, mely temet bár. Halló fülekbe eseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinor, a kanóc része, a lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban éve, míg a kesermek lőporához ér, és aztán... Még nem tudom, jut-e nékem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok. François Villon. Ellentétek balladája. Szabó Lőrinc fordítása. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsa skályhánál vadlász diderget. Hazám földjén is száműzött vagyok. Csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Vígdáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad és kitaszít a világ. Nem biztos csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog, mindig nyerek. És vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek. És reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad és kitaszít a világ. Semmit se bánok. S ami sose kellett kinnal, mégis csak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjú sereg, igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, és mindent feledek. Befogad és kitaszít a világ. Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom pályabéremet. Mert befogad, és kitaszít a világ. Arany János, a Velszibárdok. Edvárd király angol király léptet fakulován. Hadd látom, úgymond. Mennyit ér a Velszi tartomány? Van-e ott folyó? S földje jó? Legelőin főkövér? Használta a megöntözés. A pártos honfivér. S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja válsz. Földet, folyót, legyen jót, hegyet, völgyet benne lesz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog-e rajt szír, kunyhóin mind hallgatva, mint megannyi puszta sír. Edvárd király angol király léptet fakolován,
Körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt. Montgomery a várura vendégli a királyt. Vadat s halat, s mió falat szemszálnak ingere. Sürgő csoport százszorra hord, hogy nézni istere. S mind, amiket ez szép sziget ételt italterem, s mind, amiból pezsegve for túl a messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti vesz ebek, ne éljen Eduárt! Vadat s halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, itt vagy, ebek! Ne éljen Eduárd! Hol van kizengetetteim? Elő egy velszibár! Egymásra néz a sok vitéz, a vendég velszurak. Orcájkon, mint félelem, sápadt el a harag. Szóben szakad, hang fennaka, leellett megszegik. Ajtó megöl fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, kitette ide telzegni, mondta zag. S fegyvercsörök halóhörög, amit húrjába csap. Fegyvercsörök, halóhörög, a nap vértóba száll. Vérszagra gyűl az éjfad. Te tetted ezt, király! Levágva népünk ezrei, halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt, mágyára, el! Igen, kemény, parancsol. A lágyabb énekel nékünk, s belép egy ifjú bárt. A lágyan kél az esti szél Milford öböl felé. Szüzek siralma, özvegyek, panaszanyjuk belé. Ne szűr, rabot, te szűz! Anya, ne szoptasd csecsemőt! És itt a király, és elérte még a vágjára belőt. De vakmerő el is hivatlanul előáll harmadik. Kozzád a dal magára van, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék. No, halld meg, Eduárd! Neved ki dicserejtené, nem él oly velszibárt! Emléke sír a lanton még. No, halld meg, Eduárd! Átok fejedre minden dal, melyet zeng velszibárt! Meglátom én! S parancsot áld a király rettenetest. Mágyár, aki elleszegül, minden vesz énekest. Szolgái szétszágódott a kország szegnodova. Mumma Maryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vágtat fakó lován. Körötte ég, földszint az ég, a velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment láng sírba velszi bárt. De egy sem bírta mondani, hogy éljen Edward. Mi zúg? Mi éj ide a London utcáin ez? Felköltetem a Lord Mayort, a bosszant bármi lesz. Áll néma csend. Légyszárnya benn, sem kün nem hallhatik. Fejére szól ki szót emel, király nem alhatik. Elő síp dobzene, harsomjon harsona. Fülembe zúgja átkait a verszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. A jövő héten folytatjuk majd a döntőbe jutott produkcióknak a bemutatását. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.